A nyáron a világ tetejére értek, de nem vettek vissza a lendületből a debreceni női U20-as kézilabda VB-n aranyérmes junior válogatott tagjai. Ahogyan a 19 éves beállós Pásztor Noémi sem, aki klubjában a Budaörsben is folytatta remeklését. És bár jelenleg kizárólag az NB1-re koncentrál, a kedvünkért szívesen emlékezett vissza a bő 3 hónappal ezelőtti diadalra. Tényleg csak a jó dolgok maradtak meg, még ha voltak apróbb kis rosszabb részeink, azok is teljesen kiestek tényleg. Maximum csak tanulságként maradtak meg, de így pozitívan maradt meg. Úgyhogy tényleg ez egy óriási élmény volt, és nagyon felemelő azóta is. Iszonyatosan jó érzés volt az, hogy az elején nem gondoltuk, hogy ennyien lettek, mert tényleg az alatt ment ugye a foci VB is, és úgy voltunk vele, hogy talán egy pár százan azért kilátogatnak, aztán az, hogy az utolsó 2 meccsre megtelt a csarnok, és ilyen hangulatot varázsoltak, ez valami tényleg fantasztikus volt. És persze hiányoznak a játékostársak, hiszen a legtöbben az utolsó korosztályos világversenyükön vettek részt Debrecenben. Nagyon rossz tényleg így, azóta is nézegettem vissza egy képeket, hogy tényleg ez volt az utolsó, és addig így volt is bennünk olyan, hogy várjuk nem is a végét, hanem hogy a hazai VB-t végre legyen, és most, hogy így vége lett, így annyira furcsa tényleg, hogy nem találkozunk velük így havonta, 2 havonta, maximum csak egymás ellen, és furcsa, de ezzel, hogy győztesen zártuk le, ez egy csodálatos dolog. A világbajnoki siker után az új évadban természetesen különös figyelem övezi a Debrecenben brillírozó játékosoknak a felnőttek között nyújtott teljesítményét. Pásztor szerint ő maga nem sokat változott csak azért, mert a nyakába akasztottak egy aranyérmet. Én személy szerint ezt nem fogom fel úgy nagyobb elvárásnak, vagy nem tudom, tehát hogy én úgy vagyok vele, hogy ha azt nyújtom, amit tudok, akkor az jó lesz, és mindig a maximumra törekszem, szóval most ettől nem változott semmi. És sikerült átmenteni a debreceni formát Budaörsre is. Noémi a hazai felnőtt élvonal első 5 fordulójában 18-szor talált az ellenfelek kapujába, és rendre komoly szerep hárult rá a mérkőzéseken. Nagyon nehézkesen indult, nem kezdtük jól a szezont, de remélem, hogy most ez az Eger elleni győzelem ez átlendítette a csapatot, és most olyan meccsek jönnek, amiken jó teljesítményt kell nyújtanunk, és tényleg mindent bele kell adnunk, hogy pontokat szerezzünk. Próbálom mindig a maximumot kihozni, meccseken is, edzésen is, úgyhogy nyilván sose vagyok magammal elégedett teljesen, de szerintem jó úton tartok, és csinálom tovább, és minél jobban, és tényleg minél meghatározóbb tagja legyek a csapatnak. Azt mondja, egyre jobban érzi magát Budaörsön, úgy látja, mostanra tökéletesen sikerült beilleszkednie a csapatba. A vezetőedző Mihály Attila is elégedett a beállós edzéseken és mérkőzéseken mutatott teljesítményével. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szorgalmas, rendkívül gyorsan tanuló játékost ismertünk meg a személyében. Kiválóan és viszonylag gyorsan sajátította azt, amit szeretünk volna tőle kérni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó alany a munkához, a legtöbbször jókedvű is, úgyhogy én azt gondolom, hogy csak jókat tudok róla mondani. Itt az biztos, hogy előnyire vált az, hogy a tavalyi évben is, és most is elég sok játékpercet tölt a pályán, ami fontos az ő korában, és ráadásul elég komoly tétért küzdünk, hiszen ez a bemaradásért nagyon komoly csatákat kell vívnunk, ebben ő nagyon-nagyon sokat kell, hogy vállaljon. Én azt gondolom, mindenképpen fejlődés, de hosszú távon én azt gondolom, hogy a válogatottság és valami komoly kupa csapat az olyan számára elérhető lesz rövid időn belül. Szeretek itt lenni, úgy érzem, hogy egyre jobban a lányok is és az edzőnk is hisznek bennem, és egyre jobban bíznak bennem, és tényleg ez abban is megmutatkozik, hogy egyre több lehetőséget kapok, és szerintem egyre jobban tudok is ezekkel élni. Pásztor a budaörsi nagykaland előtt a Balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedett, és kellemes emlékeket őriz abból az időszakból is. Ez a mondás igaz, hogy az idő mindent megszépít, tényleg onnan is csak a jó emlékek maradtak, tehát néha oda is fájó szívvel gondolok vissza, hogy jó lenne visszamenni egy kicsit, de tényleg az is, amit 4 év alatt tanultam, meg nagyon sokat köszönhetek a NEKÁ-nak és a NEKÁ beliedzőimnek. A fiatal játékos egyértelműen jó úton jár, de mi a végcél? Mint minden fiatalnak nyilván a felnőtt válogatott, hogy stabilan ott is azért benne legyek, és hogy bekerüljek nyilván az A-ba.
hát majd később a BL, meg hát ilyenek, ami szerintem minden játékosnak a vágya és az álma, hogy ezeket megvalósítsa.